Kecskemét jeles napjainak sorában minden esztendőben a legkiemelkedőbb október 2-a. Ez a város saját ünnepe, az úgynevezett városnapja, amikor is nevének első említésére emlékezik a híres város, illetve ekkor díjakat is kiosztanak az arra legméltóbbaknak. Az idei kitüntetettek között köszönhetjük Kis János evangélikus lelkészt, aki Kadaelek díjban részesült, és most itt ül a stúdióban. Jó estét kívánok! Hát gratulálunk a Kadaelek díjhoz, ez egy megtisztelő kitüntetés, ami azt hiszem kijelenthetjük, hogy nem elsősorban az egyházi munkásságáért jár, hanem az egyházon kívüli, mondhatom azt, civil munkájáért. Milyen az ön egyházon kívüli élete? Borzasztó nehéz szétválasztani a kettőt, hisz egy lelkész és egy gyülekezet egy városban él. A város jólétén való munkálkodás pedig valahol mindig szent ügyés és nemes kötelesség. Az élet úgy hozta, hogy amikor ide kerültem 30 évvel ezelőtt, a rendszerváltás kezdetén azonnal bekapcsolódhattam az ifjúsági munkába. A Csiperó elnöke voltam 5 évig, annak indulásánál egyhangulag megválasztottak, és elindult egy olyan folyamat, amin keresztül megismertem a város apraját, nagyját, vezetőit, és ebben a munkában hát rengeteget tudtunk tevékenykedni. Amikor már olyan szintet ért el, akkor én persze ki kellett, hogy lépjek belőle, mert én lelkésznek jöttem. És valahol az egész életem eddig úgy alakult, hogy mindig az egyházi munkámhoz kapcsolódott. Amikor idős otthont indítottunk, és napközi otthonnal próbáltuk az időseinket összefogni, akkor bekapcsolódtam az idősek közötti munkába, és a városnak ezt a területét is megismertem, és itt is elvégezhettem azt, amit Isten elém adott, és amit fontosnak éreztem. Lelkész úr, akkor beszéljünk az egyházi munkájáról, és akkor most én lépek vissza, ugye a civil munkájával kezdtem. Amikor 30 évvel ezelőtt ez a hatalmas munka, amit felvázolt, elindult, akkor nagyon sokan mondták, hogy ho-ho, hát ön lesz itt az utolsó evangélikus lelkész, mert ez az egyház nem sokáig fogja húzni, és lám-lám, ma nagyon népszerű az evangélikus egyház Kecskeméten, ha jól tudom, népes táborral tartják az Isten tiszteleteket minden vasárnap. Hát ez valóban az Isten ajándéka, benne van az ember munkája is. Az egy olyan időszak volt, amikor valóban volt egy olyan hangulat, hogy a kis egyházak nem fogják tudni fenntartani intézményeiket. Az Ibl templom elég rossz állapotban volt, amikor ide kerültem, bár kibontották 84-ben, de azért Isten tiszteletek megtartására nem volt alkalmas. Szerintem ma a város egyik ékszerdoboza. És egy világszínvonalú építmény. Így van, amit nem csak a gyülekezet, hanem a város lakossága is használhat. Rengeteg rendezvényünk van, hangversenyek, és minden más dolognak helyt tudunk adni templomunkban. Valahol az élő közösség gyülekezeti élete mutatkozik meg, nagyon személyesen, hisz a népszámláláskor több mint 1000-en vallották magukat evangélikusnak. Én 500 családról szoktam beszélni. Ifjúsági munka, idősekkel való foglalkozás, betegek látogatása. Személyessé lesz. Én egyedül jöttem, egyedül is voltam az egyház alkalmazottja. Ma ketten végezzük, lelkészként van hitoktatónk, sőt a lelkészképzést is 11. éve, egy 6 éves itt létével tudjuk támogatni. Én vitatkoznék a lelkésszel, és remélem, hogy Isten ezt megbocsátja nekem, mert valóban Isten áldása szükséges ahhoz, hogy ilyen sikert fussanak be, ha fogalmazhatok így, de valamilyen szinten szerintem a személy is kell hozzá. És most, ha már önt ünnepeljük ebben a műsorban, mi a titka a lelkésznek, hogy a fiatalokat meg tudja szólítani, és talán inkább az olyan korosztály is, mint mondjuk az én korosztályom, ma az evangélikus egyházhoz megy házasodni, keresztelni? Azt mondhatnám, hogy a szeretet. Tehát, hogy megpróbálunk személyesen foglalkozni, és ez nem csak rólam szól, higgy el. Tehát itt ezt a díjat valaki azt kérdezte, miért én kaptam. Én csak azt csináltam, ami a feladatom volt. Persze kitekintve és szeretettel, nyitottan. Az egyháznak és az evangélikus egyház, de én a többi egyháznál is látok ilyet. Ma a hitoktatással és azokkal a szolgálatokkal olyan utak nyílnak, amelyekre szüksége van a mai embernek. Tehát a lelki templomokat is építeni kell, ahogy maga is mondta, hogy találkozott az egyházzal,
Az egyháznak ma modern módon kell felvállalni azt a szolgálatot, azt a tartalmat, amit át tud adni, és amivel segíteni tud. És ha ezt valaki észreveszi, mert azért ezek nem látható dolgok, amikor keresztelünk, esketünk, amikor temetünk, amikor végigkísérjük az ember életét. Az egyháznak ez a feladata és ez a szolgálata. Hirdetve persze azt, amiért nem csak a földi világnak, hanem az örök élet reménységével is megajándékozottan éljük életünket. Hallható itt is, hogy szívügye az ökumenizmus. Mit tesz az ökumenizmus jegyében? Milyen ma Kecskeméten a történelmi egyházaknak a helyzete? Én hál' Istennek azt mondhatom, hogy pozitív. Ismerjük egymást, keressük az alkalmakat és az új formákat. Nem csak az ökumenikus ima héten, hanem lelkészek között is megpróbálunk olyan kapcsolópontokat találni, ahol egymás gondjain keresztül segítjük egymást. Ha ez működik, akkor azt hiszem az ökumené megvalósul az, amit Jézus úgy mondott, hogy az övéi egyek legyenek. Persze itt látható egységre nem mindig számíthatunk, de a lelki és a szellemi közösséget mindenféleképpen megéljük. Aki ismeri az ön munkásságát, tudhatja, hogy nem az a típus, aki pláne egy ilyen díj után feladja, biztosan megfogalmazott újabb célokat. Mi lesz a következő cél? Én ugyanazt a munkát szeretném folytatni. Úgy nincsenek céljaim. Ha el tudom végezni a nap kihívásainak a feladatát, akár a Luther palotával kapcsolatban, akár a gyülekezet további építésével kapcsolatban, akkor azt hiszem, hogy elvégzem azt, ami a dolgom. Valahol emberek javára és Isten dicsőségére. Hát ehhez kívánunk sok sikert Kis János evangélikus lelkésznek. Köszönöm, hogy rendelkezésre. Én is köszönöm a lehetőséget. Folytatjuk a kiemelőt.